Helta ilyen ő. A modell. Egy egyszerű kültéri lányka. 16 éves. Jó falat. Leszek modell, így szólt magában, és egy festőhöz fölszaladt. Mert megfelelt az arc, a termet, így szólt a piktor, aktra termet. e karcsú test, e két halom, vetkősz hamar le, angyalom és mert a célhoz ez vezet, a kis modell levetkezett. Mit tudta ő, a balga gyermek, a neveletlen vadvirág, hogy fölfedezve már a szappan, és él vele a nagyvilág, mert fogyatékos volt a tentje, a piktor így szólt, ejnye, ejnye, e karcsú test, e két halom, izé, gyerünk csak, angyalom, szebb lesz a váll, szebb lesz a kar, segítünk rajta csak hamar. És karom fogta, ahogy illik, a fiatal, de balganőt, a szomszédos fürdőszobába diszkréten átvezette őt. Ott állt, martalékra bárván, a kád, fenékig csupa márvány, ami fürdőnek a jele színültig vízzel volt tele. Festőnk a kádra mutatott, köszönt és eltűnt. Jó napot! Elmúlt egy óra, meg néhány perc. A lány nem jön ki. Ej, mi ez? A piktor hosszasan eltűnődik. No, most már szörnyen tiszta lesz. Benyit, ilyetten hökken vissza. Ott áll a lány, a vizet issza, és keservesen sírni kezd. Én nem bírom ki inni ezt, ha mindig ennyit inni kell, a fészkes fene lesz modell.